Meghívott minket a Stumble Guys a barcelonai irodájukba, de nem minden úgy történt, mint ahogy elképzeltük. Itt vagyunk, szevasztok, csat! Itt vagyunk Barcelonában, most már hivatalosan. Nézzétek, akkor itt van az utca, minden. Vamos! Egy W-t. W, srácok. Elmeséljük, hogy hogy kerültünk ide, mert nem volt egyszerű egyébként, szóval voltak azért problémák. Az biztos. Megyünk be a reptéren, a kis, az így fogja, van a beszállókártya. És le kell szkennelni. És le kell szkennelni a QR kódot. Mindig jobb oldalon, ha leszkenned, akkor beenged. Na most a kis, az leszkennelte bal oldalon, mert azt hitt, hogy úgy engedi be, és a mellette levő ajtó kinyílt, én ezt mögöttem. Én meg mentem előre, és megtettem az üveg falnak. Velem levetették a cipőt, a kis, az cipőjét levette, mindig kellett még kipakolni a táskába. Na mit akar? Nézzük valami. Az mi? Tesó, nem tudom. Az micsoda? Fuego, tesó. Azt is, az nagyon az jó. Azt tettem már. Azt de erős? Az nagyon. Előre kipattogtatott popcorn. Kivára besózott sós szotyi. Ott a Prime, hülye. Ott a Prime. Amúgy nem olyan sok az. Tesó, 1000 valamennyi. Ott én biztos nem veszek ennyiért. Ezt nem azt jön direktor. Beszélsz. Nem az más, de Dosmil más? Tesó, akkora volt, tesó. Meg még attól féltem, hogy kidobnak, tesó. Kis az beletolja a palinak a fejét. Kisnek minek Prime, úgyis Prime-ban van, ilyet szól az ajsi. Ennyi, ez így van, ez így van. Én meg ugye mindig rohadt jó vagyok, nekem nincs Prime-om, mert állandó Prime-om van, szóval, tehát ez meg se kellett említeni, ugye? Pálmafa hülye. Az mondjuk komoly. Vamos, W! Kóstoljuk meg ezt az Aquarius. Kajak, abba add már nekem is. Ebben végén ásványanyagok is vannak, meg ilyen narancsos. És itt a narancslevek nagyon finomak amúgy. Nem tudom, W kis L. Jól van akkor. Az itt nem zénye volt. Igen, nagyon természetes. Hát de ez kajak, ez így szerintem, hogy kivacsarod a narancsból. Igen. Narancsból facsarják ki. Nem törgút. Azért vannak itt normális emberek, de állad is. Elmegyünk Európa egyik legkomolyabb vidámparkjába. Nagyon komoly lesz, srácok. Az mi a fasz? Hogy? És itt vette észre néhány szemfüles néző a háttérben Noelt, aki nekünk azt mondta, hogy nem tud jönni, ugyanis ő boss szintű, és ezért nem hívták meg. Viszont végül kiderült, hogy meghívták, csak titokban tartotta, hogy meglephessen minket. Hát erre nem számítottunk. Mi a boss csinál, tesó? Tesó. Hát én le vagyok sokkal. Mi az, hogy le vagyok sokkal? Mi vagyunk le sokkal, azek hogy kerül ki? Úgy volt, hogy kótokat hívnak meg. Hát ez az, de akkor mit keresek? Én igen, boss vagyok bőven. De képzeljétek el, pár gót lemondta ezt az egész nagy utazást. És konkrétan a Stumble Guys-nek az egyik staffja rám írt privátban, hogy jöjjek helyette, és akkor gondoltam, hogy ez mekkora meglepetés. Miért nem mondta? Ez van, mondom, mekkora meglepetés lehetne ebből, hogy majd valahol majd a Stumble Guys vagy az utolsó napokban találkozunk, mert itt random, mi az Isten? Hát de amúgy jó meglepetés volt, és mondd, hogy a W-t húzott be a Stumble Guys, elhívja Noelt, és újra együtt a trió, még itt Barcelonában is. A palit vágod? És a réli adásnak minden W akkor. Vagy ebbe csináljuk meg a virslit. Tesó, bekúrjuk mikróba. Így, ahogy van? Nekem is csináljuk. Szép az egész mikró. Meg! Van serpenyő, tesó, minden! Tesó, serpenyő! Akkor evőeszköz attól még kellene? Azt megeszem már kézzel. Szerveszed meg virslit. Miért te mivel eszed a virslit? Villával! Villával a virslit? Igen! A ló, azt megfogod a kezedbe, meg. Villával eszed a virslit, vagy kézzel? Én kézzel! Hát, bozzám! Tesó, jó, hogy nem már azért is a pizzát is kézzel villával eszed, meg a hamburger. Hogy a p***ába kell ezt használni? De itt van a bekapcsoló gomb! Csak nem kapcsolom. De kettő is van! Jó, várjál! Ez nem zongora. Ó! Oh! Mi a fasz? Én nem tudom, mit csináltam. Hozzáért a kezem. Fölgyed felfel, azt is. De te csak kigyullad minden. Elég egy leveshez. Hát egy ilyen kis szar. Ja, basszus. Bro, hát az egész család ebédél belőle. Szüleid is itt vannak? Vagy meg egész családod, tesó, vagy mi a fasz? És van itt valami ízé, várjál, figyelj! Fúj, de az nagyon rossz! Én ezt nem szeretem ezeket. Fúj, jajjajjajjajj! Tesszú, az nagyon szar lesz! Mennyi az eszok? Mint a buborékok elkezdenek innen felszállni, belerakjuk a virslit. Én lehet egy kicsit hamar raktam bele az ízé. Akkor basszva maxra! Te mit csinálsz, tesszú? Te hülye! Ezt kérték, hogy ne hangoskodjunk a izébe, szobába. Tesó! Te idiot! Ott vannak az evőeszközök, baszd meg! Nagy nehezen mindent megtalálunk amúgy egyszer. Tesó, ez konyha főnök stream. Tesó, azt már szerintem állítsd el! Tesó! Jaj! Oda esik! Tesó! Svácok! Osszik! Tesó!
Látok, felrobban! Ott abban a kurban, állíts már le valahol! De azt látod, hogy hobzott a víz, úgy nézi jacuzziba? Ez hülye, bro. Te idióta! Mit csörbe? A telefon, te jó. Nincs benne semmi, bro. Direkt őszted így szét. Te hogy is, te soha, ezt nem tudom, hogy... Elvileg ez egy leves. Na nézzük, figyelj. Na gyerünk, no. Menve olvadva olyan szinten túl főzted, bro. De hogy ennek így kell lennie, vagy nem? Ez olyan default ízű. Ebből egy dolog hiányzik, az íz. Hagyjuk már viszit. Ezután a fantasztikus lakoma után pedig eljött az idő, hogy végre elinduljunk a vidám parkba. Szevasztok, srácok! Na jó, mik történt? Tengerpart meg ilyenek? Szóval, srácok! Na az a helyzet, hogy nem vagyunk a vidám parkban. Most nem itt lennék, hogy igazából. Igen, tehát hogy ugye kiköszönünk a kisnek a streamjéből, és az volt a helyzet, hogy megyünk a vidám parkba. Mennyire, hogy nem megyünk amúgy? Ott kéne vidámkodnunk már réges-régen, és most hol vagyunk? Hát nem ott, hanem 150 kilométerre Barcelonától random a világ végén. Random a világ végén, és azt se tudjuk, hogy hogyan fogjuk bírni. Arra meg arra, tehát hogy igazából vagy most semmi. Elná! Itt vagyunk a világ végén, srácok. Itt vagyok én. Igen, itt ez van. Ez vagyok én itt. Akkor zárt, de DP, ahogy nyalja meg a fülcimpádat. Fél 60 Ez mennyire, hogy nem kellett volna. Csak a legnagyobb baj ezzel a vidám parkkal az volt, hogy nem ma hatkor zár, hanem tegnap hatkor zár, de baj. Ez az egész évben, ez az egyetlen egy nap, amikor nincsen nyitva az a vidám park. Egész évben nyitva van, csak ma nem. Na nézzük. Anyám! Az dupla V meg el! Az NGT még jobb. Dupla V! Finom! Vágod, utána már jó. Finom! Ha beleharapsz, akkor azt hiszed, hogy mindjárt ide okádasz. Nyugi! És most meg már így jó? Nem. Nem. Mi ez? Ezt kippeljük. És mi? Egy üdös szar lett, Noel. Ne haragudj. Aki ebben a streamben a következő donételő, az beleírjuk a nevét a homokba. Valaki azt mondja, ott úszik a fornasz. Te soha ki küldöd egy 10 000! Bro! Küldött még egyszer 10 000-et a Bali! Tényleg meg haza taxizunk, bro! Pofám leszakad! András! Ez hülye! Miért nem hozzám csináltuk ezt a szemét? Na akkor hívjad a taxit a bánatba! Ez az 100% meddig bírja? Hát én már nekem gatya! Az is baz! És ebben a pillanatban jöttünk rá, hogy ide bizony nem lehet taxit hívni, és semmilyen tömegközlekedés sincsen a közelben, úgyhogy nagy a baj. Ja. Itt fogunk de só! Nincs semmi! Miután leállt az élőadás, és kb. Mindhármunk telefonja teljesen lemerült, fogalmunk se volt, hogy mit csináljunk, órákon keresztül gyalogoltunk, majd két busszal és végül egy vonattal, majd még onnan taxival sikerült nagy nehezen hajnalok hajnalán hazajutnunk a szállásra, ahol végre tudtunk egy kicsit pihenni, feltölteni a telefonjainkat, és internetünk is lett, úgyhogy meg tudtam nézni a videósbolt oldalán, hogy mennyire is megéri most Hunteros termékeket vásárolni. Ugyanis mindenki, aki március 15-e és április 7-e között vásárol bármilyen Hunteros terméket, az belekerül egy titkos Stumble Guys bajnokságba, ami április 20-án élő adásban lesz megrendezve itt a csatornámon, és több 10 000 gemet is lehet majd nyerni. Ezen a bajnokságon most csak azok vehetnek részt, akik bármilyen Hunteros terméket vásárolnak, úgyhogy szerintem ne is gondolkozz tovább, hogy mire költöd a húsvéti locsolkodásért kapott pénzedet, hanem ficegjél le a leírásban található videósbolt.hu-ra, és szerezd be a kedvenc Hunteros terméket. Na de el is érkezett a várva várt következő nap, amikor is meglátogathattuk a Stumble Guys irodáját Barcelonában. Hallod? Itt ki van írva, hogy Play to win a játék. Ja nem, az meg az Play to win. Egészen elképesztő látvány fogadott minket, nagyon-nagyon durva volt az iroda, rengeteg elképesztő dolgot megosztottak velünk, amiből sajnos most sok minden nem mondhatok el, mert titoktartási szerződést írtunk alá, de vannak olyan durva dolgok, amik jönni fognak a játékba, hogy el se hiszem, annyira várom már, hogy elmondhassam nektek, és nyilvánvalóan, amikor szabad lesz, mindent először fog nektek elmondani, szóval mindenképp érdemes feliratkozni, hogy ne maradjatok le majd az izgalmas tartalmakról. A lényeg, hogy itt leginkább ilyen előadások voltak különböző Stumble Guys-zal kapcsolatos dolgokról, viszont kaptunk több meglepetés csomagot is, amit ki is bontottam természetesen. Na srácok, kaptunk egy ilyen Stumble Guys-os csomagot, névre szól konkrétan, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van benne. Egy naposztár, egy kalendárium, azt mondom, hogy ki kell bontani, és ez ilyen naposztató lesz. Van benne
egy figura, szerintem ez egy figura lesz, de nem olyan, mint amiket rendelni lehetett, tehát ez teljesen egy újfajta. Ez vannak kártyacsomagok is, ezek is a új panini is kártyacsomagok, ugye ez a panini, ez focis kártyakat, még ilyeneket is gyárt, és most ők fogják innentől kezdve gyártani a számlagázós csomagokat. Van ilyen album is egyébként, ezt nem kaptuk meg, de ilyen lesz amúgy az albumnak a csomagolása. És kaptunk még egy ilyen aláírt kártyát is, amit az itteni ilyen community managerek írtak alá. Aha, itt vannak a programjaink. Content creator, aha. És itt pedig láthatjuk a számlagázós logót, egy ilyen pólót is kaptunk, hát majdnem olyan menő, mint a Hunter-ös. Na de akkor srácok, itt is van ez a különleges, titokzatos csomag. Jó, úgy látom, hogy ez gyenge vagy. De tesó, megy már innen, már rég kész van. Kusban ül a pali, az NGT Noelban, de az első másodpercben, hogy kinyílik, ide jön, és tudod, mit csinált volna? Hallod, hogy tözzel, te nem bírsz. Kinyitottam, érdekes. Oda nézetek, srácok, már itt az alja is nagyon szép, mert ezt mondom, nyilvánvalóan feje lefele van pontosan természetesen. Igen, és akkor figyelj, 3, 2 És bele fog basszni. Ez üres, ez a doboz. Beleborult minden, srácok, na de először akkor megmutatom nektek ezt, amit az egész lett volna. Ez egy ilyen gyönyörű, csillogós, vidogós, Stumble Guys-os doboz. Hát ha valahogy ezt a repülőn én túl tudom cipelni, akkor nagyon szívesen kirakom a háttérbe, de egyelőre nem tudom, hogy Barcelonában ezt hogy fogom tudni hazavinni, lehet, hogy feladom magamnak postán, vagy valami ilyesmit kéne amúgy szerintem. Szétszíted össze. Jó, talán meg összeragasztod. Mi valószínűleg igen, ezt fogom csinálni, Noel, te is annyira okos vagy. Na, nézzük az első dolgot, Test Your Luck. Micsoda? Mi az, hogy Test Your Luck? Ja, hogy itt van még egy, aha, ha, van egy Mr. Stumble-ös figura, van egy Captain Monhartos figura, egy Cleopatra és egy Velocity, és itt pedig, ugye nem tudjuk, hogy mi van. Na most ugye ezt hogy a szarba kell kibontani, így tépjen le. Így? Írjátok meg kommentbe, srácok, hogy szerintetek mi lesz itt középen, jó? Megvárom, megvárom, hogy leírjátok, hogy mi a szar lehet vajon itt. Oké, állítsátok meg nyugodtan a videót, szerintem már mindenki leírta. Nézzük meg, hogy eltaláltátok-e. Írjátok majd meg nyugodtan azt is, Test Your Luck, ez így ki lehet venni. Atyavilág, hát ennél jobbra számítottam, hogy őszinte legyek. Ez nem más, mint a gumimaci zöld színű. Amúgy szépen néz ki meg minden, meg amúgy jó minőségűnek tűnik, meg így tényleg faszán ki lehet majd rakni, meg minden ezeket dísznek, ugye itt van a többi is, ezek itt tök jól mozognak is például, tehát ilyen rugalmas, jó minőségű anyagból vannak ezek a skinek. Van itt még rengeteg nagyon jó dolog, egy plusz figura. Kibontották, mutasd meg, hogy te mit kaptál. Én ezt kaptam. Noel a default, amúgy az sem rossz, mert azt inkább könnyű felismerni, de ez rohadt. Inferno Dragon. De az is jó amúgy, az speciális. Jó, de azért te. De Serial Killer az nagyon menő, úgyhogy ez nagyon menő plusz figura, srácok. El fogom tőled lopni. Oké, az biztos, hogy nem. És vannak még ilyen kis figurák is. Kis figurák? Kis figurák. Igen, úgyhogy ha meg lesz ezen a videón a 6000 like, shortsba kibontja. Igen, az egyiket meghagyom, és azt majd egy shortsba bontom ki. Úgyhogy mindenképpen rovacsot a like-ot. Ahogy Noel mondta, akkor 6000 like, mit szóltak hozzá. Hogyha összejön, oh, ez egy limitált. Mi a ez gyönyörűen a szép. Ez nagyon jól néz ki. Ez a Captain Diamond, hát. Te miről beszélsz? Köszönöm szépen ezt. Nem ittel! Na, és én is ezt a kurva unicorn is! Mindannyian ezt kaptátok! Nem, én Bonánt kaptam. Micsoda! Bazd meg! Jó van, akkor én lesz. Noel is ezt kapta. Hát akkor ki se bontom ezt amúgy, mert ez van benne. Igen, fantasztikus módon. Unicorn is a skin, hajlítható így a lába, hogy láthatjátok, meg ilyesmi. És amúgy ezek tudnak, tehát konkrétan Dynamitront is lehetett volna belőle. Szóval kicsit szomorú egyébként, hogy ez van benne, mert unicorn is azért nem a kedvenc skinem, de ez van. És van benne még egy ilyen kisebb kulcstartó. És ez a ninja skin. Nekem a banán volt. Nekem is a banán volt. Nagyon menő, ez amúgy király szerintem. Vagy a kulcsomra nem fogom látni, mert elég bumszka, de attól függetlenül szépen jó cucc. És egy ilyen kis figurát is még kibontok. És van még benne ezen kívül is, srácok, 2 darab ilyen kicsi figura. Ebből az egyiket egy short videóban fogom kibontani, illetve oda fogom adni a másikat pedig egy random feliratkozónak majd egy másik shortban. Úgyhogy mindenképp érdemes feliratkozni, hogy ne maradjatok le majd ezekről a tartalmakról sem, hogyha akár ti is akartok ilyen nagyon menő limitált, amit venni sehol nem lehet Stumble Guys-os figurát, ráadásul innen Barcelonában a Stumble Guys irodájából. De tépjük is szét és nézzük is meg, amúgy ott látjuk a színen, hogy ebből is azért eléggé menők tudnak lenni. És előbb is elég menőt nyitottunk, és még egy speciális van benne, azt a mindenit. Ez nagyon menő néz ki. Volt. És ez ilyen puha ilyen izé. Csak nekem... arra tedd le az asztalra? Ha nem tud megállni, mi? Az fasza. Úgyhogy srácok, ezek a dolgok voltak benne, nagyon-nagyon jól néz ki. Nem tud megállni. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszett, jaj, közben kihúzom itt a Scopely berendezéseit. Szóval nagyon-nagyon tetszett nekem ez a doboz, srácok, írjátok le, hogy 10 per mennyit adnátok rá, és hogy mennyire örülnétek, hogyha esetleg ti is egy ilyen csomagot kapnátok. Hát én ezt konkrétan a Stumble Guys-tól kaptam itt Barcelonában, úgyhogy nagyon örülök neki. Viszont vannak még azért programok, amiket fogunk csinálni. Összességében szerintem azt mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat az irodába, és még egyszer köszönjük a Stumble Guys-nak a meghívást, viszont volt hátra még egy nap, amikor a Stumble Guys egy titkos programot szervezett nekünk.
ilyen helyen vagyunk. Na ez nagyon komoly viszont. Ezt most facsolták vissza, a füstnarancs volt, és most szedték ki a fárok. Ott van rajta a habi. Te tesó, dám nőtt a bodam. Ezt screeneljétek, tesó. Kaját, adjatok meg, kaját. Lágy le, irányi már ezek a ebédbe veszed, hogy már reggel. Mondom, hogy valaki szerintem vacsorál. Megkaptuk. Oda néz. Na jó, én most ezt nem is mutogatom, hanem elkezdjük beszabálni. Azt nézzétek, srácok, ez nem Budapest belvárosa. Side-eye? Csinálom ilyen side-eye-t. Hello! 1200 viewers. Nice. Most jöttem be. Most Mr. Stumber. Ez a fekete furgonot értünk, bro. És ha nem kerülünk vissza, srácok, akkor megint elraboltak minket. You want gems? Then I won't give you gems. Na, meg úgy van elő. Nézd meg, mit is milyen szép helyek. Pálmafák ott viccelnek, tehát hogy azért az nagyon komoly. Where are we? I'm not really sure. Figyelj, itt vagyunk, szép helyen. Mi a helyzet? Rég találkozunk. Csá! Csá, tesó! Tényleg a Nunnunak meg kéne mondani, hogy elvertük őket a túrról. Mondjuk már meg, hogy túrna mentett titeket. Szép! Mutassatok egyet, akit nem tudok elverni. És mindjárt megszólal ez a kettő a kamera mögött, hogy van. Mutassatok egyet, akit nem tudsz elverni. Ő az. Jaj. Milyen chilles kis spot, csak nem tudjuk, hogy megy a hátrat, felette meg jössze a csapat legfontosabb része, még nem érkezett el, akik szervezik az egészet. Eltévedték, azóta sincsenek se. Tesó, szerintem az ő taxiuk az valamerre más merre ment. Olyan forróságban, mintha nyár közepe lenne. Természetesen fekete Stumbleguys-es polót adtak, nem fehéret, hogy szívja a napotba. Íjászkodás az kiszen lesz. Megsűlök. Okay. Így kell tartani, így kell tartani. Just only the point of the finger. Okay? Az új not hegyedbe, all the hand, nem az egész, here. Jó, új hegyedbe kell megkérsük is. That's it. Megy, de tesó, majd meghalok, olyan fárasztó ez. A legdurvább és a legviccesebb pedig még csak most következik, amikor egy ilyen buborék foci labdába be kellett másznunk, és úgy kellett versenyeznünk, hogy ebben a golyóban gurítjuk egymást. Ez nagyon durva lesz, Chet. Lehányom magam. Hú, szegény Eru, mindjárt meghal. Szemben. Itt vagytok? Végig mindkét cipőmet elhagytam. Körbe láttátok, mit mentünk a Nunóval, meg a Kissel, meg a Noellel? Milyen team volt ez? Nagyon nagy volt. Miután pedig végeztünk ezen a nagyon király programon, kitaláltuk, hogy elmegyünk egy barszaboltba, utána megkóstoljuk a nagyon különleges Five Guys éttermet, ami itthon nem található, majd pedig lemegyünk a tengerpartra. Hát, ez sem úgy alakult, ahogy elképzeltük. Megyünk a Barca Storehoz, megyünk a Barcához, Barca! Egy olyan ember jön egyébként a taxival, akinek konkrétan ott lenne a nincs feje. Nincs profil. Nincs profil. Juan Carlos. Ennél spanyolabb ember nem tudna jönni egyébként, értünk. Juanita. Juanos. Nem tudom, mennyi az út. 10 perc. Hülye. Nézd, hogy hány perc. 32. Tesó, ott 26 percet ír, miközben a Google térkép nálam még mindig 2 percet konkrétan. És 45-re ír az érkezés, úgyhogy egész itt van itt a sztor. Mi van? Még ezt is beszöltöttem, hogy amit ámparkott tesó. Na hát reméljük, hogy odaérünk még ma egyébként. Három izét látok egyszer, három kijelzőt, és mindenhol más az útvonal cset. Le van zárva. Ott a rendőr ott mutogat. Tesó, hogy le sem megy. Azt a dugó, bazd meg. De olyan nézd dugó, tesó. Arra is dugó, Pali most valamerre kerül, vagy nem tudom mit akar. Nem tudom mit csinál. Nézzek, piros az egész. Tesó, ne feszengjél már. Ki feltemetem a Skanderba? Nem vertéle senki. Mert a Noel a Skander közben már vesztés állt és elengedte. Nem szabadott ugye csuklózni. Noel... Így ennyit lehetett látni, bro. És még úgyis megvertem. Lehet csuklózni a Skanderbe, srácok. Az olyan, mint a... megengedett dolog. Nem. Közben meg is pofoszhatnak a másik kezemmel, nem? Az csuklóz... A Skanderbe lehet csuklózni, srácok, ez hihetetlen. Írjátok, nem lehet-e? Azt tudod milyen? A Skanderbe a csuklózás. Mint a csocsóba a izé. A pörgetés, amikor pörgetik. Kibaszott minket a toxis. Azt mondja, gyalog 5 perc az egész. Kibaszott én meg még 20 perc. Na ezt figyeld, ezt figyeld, ezt figyeld. Tessék, itt már barszás dolgok vannak, mint például. Tesó, nagyon menő, nézek, vá, ez W, W, piaf! Oda néz, barszás, sapik. Persze azért be kellett a Juventusosat is kötni. Ilyen OG mez is van.
Anyád. Vannak ilyen melegítők is. Ez az ilyen bemelegítő, ez ugye ezen nincsen szám. És figyelj, ez az official. Ez az aranybarca logó. Ez is jó, a sima, meg itt ilyen dizájnos a háttere is, de ez az arany. Ez menő. Az gizda. 25 euró. Annyiba került a taxi, mint egy ilyen sapkaba. Menjünk ajánlni viszont, mert este 7 van és reggel 10 óta nem ettünk. Most sötét, most kell sötétedni amúgy. Figyelj, már mindenki megindul, ú, azért majdnem elestem. Itt azért mi a fasznak van a lámpa, már nem azért. Ekkora út, a gyalogút nagyobb, mint az autóútba. Ezért van lezárva, mert itt van valami koncert. Itt van, Five Guys. Jövünk ide kajálni, és ez nagyon jó kajáda. De hallod, itt mi van? Ja, de te Zsolt, ez mi a faszom, ami itt van? Az a koncert van, ott vannak a kaják. Keriamos dos cheeseburger. Innen kajád mennyi fél étel? Azt a rohadt cset. Ugye van dinnyés, meg ilyenek. Cset, ez a komoly. Legyen multi gyümölcsös. Jó, mi komoly már cset? Figyeld ilyen. Jaj, te mit csinálsz? Ez meg kifutott. Sokáig iszok, mert én csak megnyaltam a habot. Azt a kurva. Tesó, mi a van hely? Ó, hálam, ú, mennyire csend lett, tesó. Oda be ülsz, tesó. Meg megyek. Szerintem majd még lesz hangzavar rá, vagy? Weekend? Opa. Micsoda? Micsoda? Ez nem a Five Guys. Ja, pofán. Kibasztok minket az a izéből, mert az nem a Five Guys. Ez itt meg nincs. Baszta minden ide jó. Új, de komoly. Hát ezek tudják a dolgukat. Nagyon jó. A krumpli is egyszerűen olyan. Minden jó. Persze, nekünk múltkor, amikor osztálya voltunk, akkor nagyon elmondták, hogy itt aztán tele van zsebesekkel, tehát nagyon figyeltek a hornitokra. Jó. Mert el fogják lopni a nálam csak a tepóverbankod van. Hogy a f***om Balázsán ezen szutkon, ha kinagyul a kör? Kicsit gyorsabban is sétálhatunk, és akkor jobban hallani. De nem mennyi? Tudunk gyorsabban sétálni, mert tömeg van. De akkor kerüljük a tömeget. Hát került ki az embereket, bro. Dodzsoljad, nézzük mennyire tudsz dobni, mert a klács, meg nézzük. Ilyenek. Kicsit félrecsúszik. Falon átugrás, meg ilyesmi. Itt is újabb barcás cuccot, tehát aki itt nem talál magának barcás cuccot, az nagyon hülye. Maximum egy darab ember lehet az, akinek meg is sikerül, de azt nem mondom el, hogy most melyikünkre gondolok. Itt az óriás oroszlánok a Lánchídról. Ó, oh, csak ott nem a tenger. A tenger, ez mennyire clean. A, ott van a Noel a W. Hú, de clean. Nézd meg. Ezzel a képpel búcsúzunk tőletek Barcelona éjszakájából. Vamos, vamos. Köszi szépen, srácok. Ciao. Szevasztok.